Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé jelenleg halad a világ? Oké. Mi baj van a világunkkal? Tudatlanság, mit mondtál? Elégedetlenség. Elégedetlenek, igen. És még? Elnyomás. Etikátlanság. Továbbá? Szeretethiány. Na mi pont ilyenekben hozunk létre változást? Pont ilyen téren. Na nézzük meg, hogy mi is a baj, miért kell, vagy miért kellene tanítani nagyon-nagyon-nagyon sok embert. Tehát nem azt látjuk sajnos, hogy eszesednének az emberek, és egyre könnyebben boldogulnának az életben, hanem pont fordítva, hogy mintha sikerülne a médiának elérni azt, hogy az embereknek egyre kevesebb sütnivalójuk legyen. Tehát pont az eszesedéssel szemben visszafejlődnek az emberek, tehát nem fejlődnek, nem eszesednek, nem bölcsebbekké válnak. Sajnos egy olyan világot élünk, ahol kevés olyan emberre, tehát kevés olyan ember van, akire azt lehet mondani, hogy bölcs. És mi azzal foglalkozunk, hogy eszesebbé tesszük az embereket. Miért? Hogy az életükben minden területen könnyebben boldoguljanak. És ennek érdekében rendszeresen tartunk képzéseket, hetente kettőt, mármint úgy, hogy két este, összesen 4 órában, de az több, mint 4 óra. Jó, tehát, hanem úgy 4 óra, hogy egy-egy óra, de az nem egy-egy óra, hanem mind a kettő jócskán több, főleg a második. És ja, miért csináljuk ezt? Tehát milyen képzéseket tartunk, lesz erről majd szó. Tehát hozzájuttatjuk az embereket olyan tudáshoz, ami egyben életismeret, emberismeret, megismeri az ember saját magát, hogy tudatosabb lehessen, változhasson, fejlődhessen, fejlődjön a személyisége, és ehhez még pluszban gyakorlási lehetőséget is adunk. Tehát minél eszesebb egy ember, annál könnyebben boldogul az életében, de ne úgy értsétek az eszességet, hogy mennyire rafinált és képes átverni embereket, jó? Tehát ne így értsétek, hanem az eszességhez párosulni kell az, hogy valaki etikus. Tehát meg se forduljon a fejében olyan gondolat, hogy átverni másokat. És úgy boldoguljon, hogy ne kelljen senkit se átvernie. És mit jelent az, hogy boldogulás? Van az embernek 10 életterülete, majd ezt bemutatom. Az egyik, hogy az ember az első, hogy az ember képes legyen önmagával helyesen bánni. A második az, hogy képes legyen a párjával helyesen bánni. A harmadik, hogy képes legyen a szüleivel helyesen bánni. A negyedik, hogy képes legyen a gyerekével vagy gyerekeivel helyesen bánni. Az ötödik,
hogy másokkal helyesen bánjon. A hatodik, hogy a munkájával helyesen bánjon. A hetedik, hogy a pénzzel helyesen bánjon. A nyolcadik, hogy képes legyen a környezetével helyesen bánni. A kilencedik, hogy képes legyen hatóságokkal is helyesen bánni. És a tizedik, hogy képes legyen a teremtőjével helyesen bánni. Tehát itt van ez a 10 életterület, és ugye ebben mind a 10 életterületben olyan tudást nyújtunk az embereknek, hogy képesek legyenek boldogulni az életükben, és akár képesek legyenek arra is, hogy ebben mások segítségére tudjanak lenni. Ezekben mások segítségére is tudjanak lenni. Tehát rendszeresen elég tudást nyújtunk, tehát mint említettem az imént, hetente két alkalommal, szerdán és vasárnap, és ez mindig este, illetve havonta egyszer van egy hosszabb lélegzetű vasárnapunk, ami azt jelenti, hogy olyankor összegyűlünk nem csak Magyarországról, hanem a világ különböző pontjairól, azok, akik nyilván el tudnak jönni, és ott egészen egész napos, tehát 11-től este 8-ig vagyunk, de ugyan abból a van olyan rész természetesen, ami már csak ilyen kérdés-felelek rész. Jó, tehát az, hogy az ember az élet és az ember működéséről kellő tudással rendelkezzen, az pozitívan befolyásolja az életét. És akkor az ember ezen a 10 területen, hogyha végignézi ezt a 10 területet az ember, akkor arra jön rá, hogy itt volt egy olyan is, hogy pénz. És hát ugye mennyi pénze legyen az embernek? Legyen elég pénze. Mit jelent az elég pénz? Hogyha valamit szeretnél megvenni, akkor ez ne legyen gond. Jó? Tehát ne legyen gond. Tehát ne legyen gond semmi, amit meg kell venni. Tehát ne kelljen fölvenni hitelt, ne kell lemondani dolgokról. Jó? És ez az ember meg tudja csinálni. Tehát ezt meg lehet csinálni. Tehát meg lehet csinálni, hogy az ember így működjön. Tehát de ahhoz olyanná kell válni, hogy az ember képes legyen így működni. Jó? Tehát, de nem csak ez az egy terület van, hanem ott van másik 9 is. És ha az ember például a párkapcsolatában nem boldogul, hát akkor más területeken is hibát hibára halmoz. Jó, szóval miért csináljuk ezt? Hát az a baj, hogy ahhoz a rész, tehát ahhoz, hogy az ember megértse, hogy miért kell az embereket képezni, az embernek ki kell mozdulnia szellemileg, ki kell mozdulni az anyagi világból. És ha valaki nem képes kimozdulni az anyagi világból, gondolatban nem képes kimozdulni, akkor nem is tudja megérteni azt, hogy miért kell az embernek fejlődnie. Tehát csak azok képesek megérteni, hogy az embernek miért van szüksége tudásra, akik képesek elszakadni gondolatban az anyagtól. Mert ugyanis az anyagot a szellemiség teremtette. Tehát a szellemiség teremtette. Minden anyagot a világegyetemben értelmes lények teremtették. Amikor beszélnek arról, hogy ősrobbanás, ilyen baromságokról, mert ez egy baromság, hát nem tudom, láttál már szabályos ősrobbanást, tehát szabályos robbanást? Ki az, aki látott már szabályos robbanást? Nem létező fogalom. Nincs olyan, hogy szabályos robbanás. Jó? És a világegyetemben minden szabályosan működik. Minden. Megnézed. A naprendszerek egy pont körül forognak. Egy robbanásnál hogy lehet forgás? Hol láttál már olyan robbanást, ahol forgás van? Tehát a naprendszerek egy pont körül forognak,
A bolygók egy pont körül forognak, ugye az mindegyik naprendszerben a nap, tehát nem csak nekünk van napunk, az összes csillag az egy nap, és szabályos pályán forognak, akkor miféle ősrobbanásról beszélünk? Ami azt jelenti, hogy ha valaki nem tudja azt elfogadni, hogy ez az egész világegyetem, ez teremtett világ, akkor azt se fogja megérteni, hogy neki mi a szerepe itt az életében, a saját életében. Tehát nem az a szerepünk, hogy megszülettünk, felnőjünk, legyen családunk, aztán majd meghalljunk. Nem ez a szerepünk, nem ezért jöttünk ide. Tehát nem, tehát ha valaki azt gondolja, hogy fajfenntartás véget jöttünk ide, akkor lehet, hogy állatnak gondolja saját magát. Mert az állatok, azok tényleg a faj fenntartás véget vannak itt. De az ember nem. Nem a faj fenntartás véget van. Jó? Tehát a faj fenntartás az csak egy kis része annak, ami valamilyen szintű feladat itt az életünkben. Jó? És nem ez a fő szempont. Hanem az a fő szempont, hogy azt a tudást, ami ezen élet előtt volt, amivel rendelkeztél, azt tovább tud gyarapítani. És nem az elbutulással, jó? Gyarapítja az ember, hanem az eszesedéssel. És ugye azért jöttünk le, mi az, hogy lejöttünk? Szó szerint le, mert milyen lények vannak fent? A jó lények. Milyen? Felsőbbrendű lények. Isteni lények. Onnan jöttünk. Isteni létformából jöttünk. Oké? Ha valaki ez ellen tiltakozik, nyugodtan tekintheti magát állatnak. Semmi gondom nincs ezzel. Jó? Minden további nélkül tekintse magát állatnak. Jó? De valószínűleg oda is tartozik. Oké? Szóval, az isteni létformából jöttünk le, hogy megéljünk olyan dolgokat, amiket itt megélünk. Ugyanis ott nincsenek problémák. Világos voltam. Nincsenek problémák. Tehát azért, hogy megéljük a... Nincs rossz. Odafön nincs olyan, hogy rossz. Érted? Nincs olyan. Hogy megéljük a rosszat, és határozott különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Okay? Mikor majd oda visszatérünk. De addig, míg az ember ezt nem tanulja meg itt a Földön, hogy határozott különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között, és a jó és a rossz különböző fokozata között, addig nem kerülhet oda vissza. Addig a reinkarnációs folyamatban van benne. Jó? És ezt nézhetsz utána ezeknek a tanításoknak, máshol, interneten, stb. Nem fogsz ilyen tanítást hallani máshol, mert nem tudják, hogy ez így van. Ezért nem írták le, hogy ez így van. Jó? Egyébként, ha végig gondolod, mivel a világegyetemben minden teremtett, ezért mindenben ott van a logika. Tehát benne van az ész és a logikus felépítése a dolgoknak. És amiben nincs logika, az hazugsággal van fűszerezve. Világos ez? Na most, abban, hogy te az egysejtűbben lettél, abban semmi logika nincs. Oké? Okay. Jó? Tehát semmi. Ami azt jelenti, hogy az egész evolúciós elmélet azon a szinten, hogy az ember az egysejtűből fejlődött évmilliók során, hogy lehetett évmilliók során, mikor azt mondják, hogy ez az emberiség 7000 éves, akkor hogy lehetett fejlődni onnan? Szóval az egész egy nagy hazugság, jó? És az emberek azt hiszik el, amit tanítottak nekik. És mivel gyerekkorban a legkönnyebb tanítani egy embert, ha gyerekkorban azt mondod a gyereknek, hogy a föld lapos, akkor ő felnőttként azt fogja hinni, hogy a föld lapos. Okay? És az olyan, mint egy korong. Tehát ha
azt tanítod a gyereknek gyerekkorban, hogy a Föld olyan, mint egy korong, mint a frisbee mondjuk, akkor a gyerek azt fogja hinni felnőttként, hogy a Föld az olyan. Jó? De ha már valaki utazott repülőn, akkor megtapasztalhatta azt, hogy a Föld az igenis gömbölyű. Jó? Főleg, hogyha olyan repülővel utazott, ami hosszabb távra közlekedett, és ezért fölment a mondjuk 10.000 méteres magasságba, és onnan teljesen jól látni, hogy a Föld az szép gömbölyű. Jó? Tehát lényeg az, hogy lehet itt mindenfélét tanítani a gyerekeknek, és akkor felnőttként azt hiszik, hogy az úgy van. Tehát eleve, ugye mivel fentről jöttünk, mindenkinek sokkal több képessége lenne, mint amiről ő tud. Hát eleve ott kezdődik, hogy egy embernek nem 5 érzékszerve van születésénél fogva, hanem 12. Jó? Eleve itt kezdődik. Ehhez képest a legtöbb ember ismeri a saját 5 érzékszervét. Jó? És kész. Jó? Tehát lényeg az, hogy azért vagyunk itt, hogy azt a tudást, amit megszereztünk, azt tovább bővítsük. Mikor szereztük meg? Abban a, onnan, attól a pillanattól fogva, amikor a teremtő, tehát az első számú teremtő a világegyetemben, az létrehozta a lelkünket saját magából. Tehát saját magából. Másfél millió éve nem hoz létre újabb lelkeket. Oké? Azóta megállt a lélekteremtés, és másfél millió éve indult el a Föld projekt, és a Földön belül az emberiség projekt. Tehát a Föld már akkor természetesen létezett, hát hiszen a Föld az sok milliárd éves, de a Földön lévő emberprojekt az másfél millió éve jött létre először. Azóta volt 6 emberiség, ez a 7. emberiség. Jó? Mind a 6 az eltűnt a Földről. Jó? Tehát eltüntették a Földről a 6 emberiséget. Jó? Mind a 6-ot. Na most az a helyzet, hogyha nem fejlődünk, akkor ránk is ez vár, hogy eltűnünk a Földről. Jó? Na ezért kell leszesedni. Már létrehoztak egy olyan bolygót, ahova lehet majd inkarnálódni, mert nem kerülhet az ember vissza. Csak akkor, hogyha képes határozott különbséget tenni a jó és a rossz között, és annak különböző fokozatai között. Van egy olyan bolygó kín az univerzum szélén, univerzumunk szélén, ahol lehet oda majd inkarnálódni azoknak, akik nem akarnak fejlődni. Jó? Kőkorszaki körülmények közé természetesen. Jó? Úgyhogy nem lesz mobiltelefon, meg tévé, meg internet, jó? Hát ezt felejtsétek el, majd jó pár ezer év múlva ott is lesz. Oké? Addig meg még egy párszor fogsz inkarnálódni. Jó? Jó párszor. Szóval, ezeket nem kell elhinni, nekem tök mindegy, hogy te mit hiszel, én meg tudom, hogy így van, azért, mert van egy olyan kapcsolatom, ahol nekem ezeket az információkat átadják. Egyébként nagyon egyszerű, mert nézheted az interneten, soha nem hallottál még senkitől olyat, ha csak nem tőlem hallotta az illető, hogy minden lelket a teremtő magából teremtett. Oké? Hozott létre. Tehát gyakorlatilag közelebbi lélekrokonságban állunk, mint két testvér. Sőt, még két ikernél is közelebbi rokonságban állunk. Mert gyakorlatilag a lelkünk azonos. A két iker meg nem azonos. Oké? Tehát itt az emberek harcolnak egymással úgy, hogy a lelkük az gyakorlatilag egy.
Ezért például azt a képességet, amit úgy hívnak, hogy telepátia, az ugye egy hatodik képesség, miért nem használod? Oké? Csak akkor az azt jelenti, hogy a lelkeddel kellene kommunikálni a másik léleknek. És ezt a kommunikációt kellene fognod. Érted? Az agyaddal. És ugye át kellene venned a tudatodba azt, hogy a másik az mit mond neked, a másik lélek mit mond a te lelkednek, mert ezen keresztül folyik a kommunikáció. Oké? Ez bárki tudhatná, ha meg lenne tanítva rá. Érted? Ha meg lenne rá tanítva. De az van. Tehát azok kapnak 6., 7., 12. képességet, akik megérdemlik. Világos voltam? Tehát akik megérdemlik. Akik nem érdemlik meg, marad az 5 képesség, és örüljön, hogy 5 képessége van. Mert ugye látjuk, hogy öregedéssel az emberek még ebből az 5 képességből is elveszítenek. Jó? Miért? Mert nem érdemlik meg a képességeiket. Világos? Tehát az összes képességünket, az 5-öt is kaptuk, hiszen én ismerek, van a rokonságban, képzeld el, egy olyan gyerek, aki nem hal, nem lát, nem beszél. Oké? De nulla ez. Így született. Úgy született, hogy nincs szemgolyója. Úgy született, hogy nincs hallása. Érted? Úgy született, hogy nem tud beszélni. Így született. Gondold végig, gyakorlatilag talán tapintása van, meg talán ízlelése van, aztán kész. 5 alapvető képességből van 2 neki. Érted? Már mennyi éves vagy? 6, 7, valahogy így. Képzeljétek el. És azt mondták, hogy igen, iskoláskor kezdetén van, és azt mondták, hogy iskolába kell mennie. Hogy? Képzeljétek el. Mert hogy kötelező az iskola, tudjátok? Igen, mert ilyen kevés van ilyen, de ilyen is van. A rokonságban, képzeljétek el. Jó? Tehát van egy ilyen. A szülei egészségesek egyébként. És utána a testvér is, aki született, született már azóta testvére, az is egészséges. Jó? Na, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én rendelkezem olyan képességgel, mert ez is egy képesség, a 7-ből, a plusz 7-ből, hogy kapsz információt a lelkedtől mindenre, amit szeretnél. Jó? Nyilván, ha ezt is érdemli az ember. Természetesen. Jó? De mert hogy tud a lélek mindenre válaszolni? Úgyhogy a lelked, hát ez telepátiában van a teremtőddel. Érted? És a teremtőd minden információt megad, amire szükséged van. Érted? Vagy szükséged lenne ahhoz, hogy mondjuk egy problémát megoldjál, de mivel ugye nincs meg az a kapcsolat a lelked és a jobb agyféltekét között, ezért nem tudod venni a lelkednek az üzeneteit. Jó? De ha ez működne, akkor gyakorlatilag számodra nem létezne olyan, hogy probléma. Jó? Nem létezne olyan, hogy probléma. Hanem olyan létezne csak maximum, hogy feladat. És mindenre rá tudnál jönni, hogy hogy kell megoldani. Világos ez? Mint ami az én életemben volt. Van. Jó? Az én életemben sose volt olyan, hogy probléma,
sose volt olyan, hogy, ne tudtam volna egy problémát feladatként kezelni. Oké? De tényleg. Sose. Jó, szóval lényeg az, hogy, tudnunk kell, hogy miért vagyunk itt. És ráadásul képzeljétek el, mindenkinek pontosan meghatározhat, hogy miért született. Milyen céllal, inkább úgy mondanám, hogy küldetéssel született ide. Mindenkinek a születési dátumában benne van. Oké? Két ilyen ősi tudomány van, amiben ugye nem mindenki hisz. Tehát képzeld el, itt több ezer éves tudományokról beszélünk, és akkor olyan emberek mondják, hogy nem hisznek mondjuk az asztrológiában, vagy nem hisznek a numerológiában, akik olyan tudománnyal foglalkoznak, ami pár tíz éves. És nem hisznek több ezer éves tudományban, érted? Röhely! Egy több ezer éve fennálló tudomány a sokkal stabilabb lábon áll, mint egy pár éve, vagy pár évtizede, vagy egy-két száz éve, annyi olyan tudomány nem is nagyon van, ami pár száz éves, érted? Hát gondold végig, ami ősidők óta fönnáll, mit tudom, 2500 éve, vagy hány éve, vagy 2000 éve, több mint 2000 éve, mert ugye a görögöktől, hát az 2000, mondjam 3000 éve fennáll, érted? És nem hisznek ilyen emberek. És az asztrológiában is, meg a numerológiában is meg lehet állapítani, hogy ki miért van itt a Földön. Érted? Tehát az és mind a kettő esetben a születésből tudják megmondani, hogy miért van itt. Csak az asztrológia az ebből a szempontból bonyolultabb, a numerológiában meg körülbelül egy perc alatt megmondom neked, hogy miért születtél ide. Oké? Egy perc alatt. Amint látom a születési dátumodat, egy perc múlva mondom, hogy miért születtél ide. Jó? Tehát azért ugye nekem az sokkal egyszerűbb. Ráadásul szeretem a számokat. Szóval mindenkinek itt van a küldetése, és a küldetés, ami a születési dátumában van, az van benne, hogy ebben az életében mit kell elsősorban megtanulnia. Tehát elsősorban. Jó? De mindenkinek az a küldetése, hogy tanuljon, tegye a dolgát, és tanítson. Oké? Ha megnézed, mind a három T betűvel kezdődik. Ez a három T szabálya. Jó? Tehát mindenki ezért van itt. És azon belül, hogy mit tanuljon, miben tegye a dolgát, és mit tanítson, ott van benne a születési dátumában. Mindenkinek. És ha az ember nem azt az életet éli, ami benne van a születési dátumában, akkor ne csodálkozzon, hogy nem boldog. Oké? Mert azok az emberek tudnak boldogok lenni, akik ismerik a születési dátumukból kijövő feladatot és küldetést, ez két dolog. Jó? És ha az ember ezt tudja, és azt az utat járja, ami meg lett neki írva, szó szerint, akkor jól fogja magát érezni a bőrében. Ha küzd az ellen, ami neki meg lett írva, akkor nem lesz boldog. Minél jobban küzd az ellen, ami neki meg lett írva, annál inkább nem lesz boldog. Jó? Ez így működik. Tehát az ember, ha nem tudja, ha nem tudod az életedben a szabályokat, a szabályok nem tudása, az nem mentesít. Oké?
Ugyanúgy, mint a törvény nem tudása. Nem mentesít. Jó? Tehát, ha az emberek tudnák azt, hogy hogy működik az élet, a saját életük, és hogy működik ugye más emberek élete, és tudnák azt, hogy hogy működik az ember, saját maga, mint ember, illetve más emberek hogyan működnek, akkor helyesen tudnák az emberek egymást kezelni, és helyes világnézetük lenne. És a helyes világnézet által nem lenne széthúzás. Mert most miért van széthúzás a világban? Ott kezdődött a széthúzás, amikor létrehozták a vallásokat. Okay? Illetve nem is a vallásnál kezdődött a széthúzás, hanem mikor megosztották a nyelvet, és elkezdték megváltoztatni a nyelveket, az ősi nyelvhez képest. Jó? Na ott kezdődött a széthúzás, majd jöttek a vallások, utána jött a politika. Oké? Hogy széthúzzanak az emberek. Ha az embereknek egy világnézetük lenne, akkor nem lenne széthúzás. Világos ez? Mint régen, amikor egy világnézetük volt és egy nyelvük volt, nem volt széthúzás. Oké? Jó? Na most, ennek a bolygónak lejárt ez a fajta működése, ami most van. 2012. december 22-ével. Mondhatjuk azt, hogy 12 év végével. Jó? Lejárt. Ami azt jelenti, hogy már itt szeretett kornak kellene lenni a bolygón. A szeretett kornak a hivatalos neve aranykor. Oké? A szeretett kor azt jelenti, hogy képesek az emberek békében és szeretetben egymással élni. Oké? Hát ettől igen messze vagyunk. De azért nem szüntették meg az emberiséget 2012 év végével, mert nagyon sok a jó ember. Oké? És adtak még az emberiségnek egy határidőt. És tudod, miért adtak? Miattam. Nem vicc. Mert amikor 2012. december végét írtuk, akkor én már ilyenfajta feladatokat végeztem. Pontosan, mint most. Oké? Már akkor az volt a szolgáltatásunk, az egyetlen szolgáltatásunk, hogy tanítsam az embereket arra a dolgokra, amit akkor tudtam. Akkor is sokkal többet tudtam, mint az átlag emberek. Vagy, mint a legtöbb ember a bolygón. Már akkor is. Miért? Mert ha ezt megnézitek, akkor talán ebből jobban meglátjátok. Jó, tehát nem most kezdtem az emberekkel való foglalkozást, nem most kezdtem az üzleti életet, kiemelkedő eredményeket értem el, olyanokat, amit más nem csinált meg a bolygón, jó? És ezt ugye egyre etikusabban. Tehát ami azt jelenti, hogy megismertem az etikát, ugye onnantól egyre etikusabban. És az pedig a 90-es évek vége volt. Vége felé. Szóval ugye mi az etika? Erkölcs, becsület, tisztesség. Jó? Tehát, hogy az ember ezen alapelvek alapján működjön. Hogy legyen erkölcsös, legyen becsületes, és legyen tisztességes. Jó? És hát bizony, ha nem lettem volna, és nem lettünk volna akkor, mert már akkor nem csak azt mondtam, hogy lett voltam, hanem voltunk, mert akkor már csapat volt, 12-ben, nem lettünk volna,
akkor már nem lenne emberiség. Mert nekünk kell megcsinálni, mert nincs rá más alkalmas szervezet a bolygón. Oké? Jó, hát ezt tudjuk jól, ha valaki egy kicsit olvasott olyanokat, hogy proféciák, többek közt, ugye az a nagy jós, hogy hívják? A Nostradamus. Nostradamus is azt jósolta, hogy ez időtájt lesz egy nép itt a Kárpát-medencében, amely eljutatja az emberiség számára a magasabb rendű tudást, ami által képesek lesznek az emberek szeretetben élni. Jó? És én 7 ilyen jóslatot olvastam összesen eddig. Jó? 7-et. A múltból. Távoli múltból. 7-et. Nem csak távoli múltból, hanem a közelebbi, a múlt századi múltban is jósoltak ilyeneket. És ez bizony mi vagyunk, nem más nép. Jó? Ráadásul ugye a magyarnak van egy olyan ősi küldetése, több ezer éves küldetése, hogy magasabb rendű tudást juttasson el az emberiség számára. Jó, de úgy, mint létrejövő nép, az csak 170-től kezdtünk el kialakulni. Jó? Tehát addig ugye hunokként működtünk. Tehát hunokként. Tehát Krisztus után 170-től kezdtünk el néppé alakulni. Jó, tehát lényeg az, hogy lehet ezekkel szembe menni. Csak ebben van egy gond. Az, hogyha megnézed, tök érthetetlenül kivonnak embereket a forgalomból. Tehát meghalnak, tök érthetetlenül. Meghalnak. Úgy előzmények nélkül. És egyre inkább így van, hogy semmi baja nem volt, és egyszer csak puty, azt 2 hónapon belül, vagy 3 hónapon belül tett temető, érted? És tök mindegy, hogy valaki idős, vagy fiatal, érted? Ha valaki nagyon élni akar, akkor meg szenved, mint a kutya. Tényleg. Szó szerint. És akkor képes akár évekig szenvedni. Mert nagyon élni akar. Mert fogalma nincs, hogy neki ki kellett volna már lépni az életből. Érted? Szóval miért? Hogy azért, hogy inkarnálódjon természetesen. Jó? És azt nem ő fogja eldönteni, hogy hova fog inkarnálódni. Ezt csak úgy mondom. Jó? A létközi állapotban. Tehát a létközi állapot. Két leszületett állapot, vagy két született állapot között. Jó? Tehát lényeg az, hogy mondom, nem kell ezeket elhinni, de az összes tanítás, amit tanítok, teljesen logikus. Teljesen logikus. Ha valaki elindul a legelejéről, és oda jut, ahol most tart, és akkor logikailag az egész föl van épülve. Tehát ami azt jelenti, hogy nem hazugság. Jó? De egyébként mindenki azt gondolja, amit akar. Gondoljátok végig. Itt van az a rengeteg vallás. Összefogja az embereket? Nem, egyértelműen széthúzza. Jó? És az összes tévedéseket tartalmazóan tanít. Az összes. Kivétel nélkül. Jó? Tehát nem tudok olyan vallástól, amely helyes tanítást adna az élet és az ember működéséről, vagy akár a teremtésről. Jó? Nincs. Nincs. Nem tudom, tudjátok-e, hogy miért jöttek létre vallások, akár a múltban, vagy a közelmúltban. Gyakorlatilag a mai szemlélettel gondolkodva üzleti alapból. Nem vicc. Üzleti alapból jöttek létre. Tehát valaki üzletet látott, benne, mint például Péter meg Pál,
kereszténységnél. Érted? Üzletet láttak benne. És létrehozták, mert nem Jézus volt a vallás alapító, maradjunk ennyibe, jó? Hanem ugye hivatalos adatok szerint Péter volt a vallás alapító. Nem egészen. Azt mondanak, amit akarnak. Párra sokkal jobban lehet mondani, hogy ő volt a vallás alapító. Jó? Szóval, lényeg az, hogy a vallások nem hozzák össze az embereket, jó? Hanem éppen megosztják az embereket. És mi pedig vallás és politika semlegesek vagyunk. Teljes egészében. Mindig is semlegesek voltunk. Jó? És mindig is az is maradunk. Semlegesek. Úgyhogy az a feladatunk, hogy éves szinten van 52 hét, a 104 képzés. Tehát 104 olyan este, illetve nap, a 104-ben 12 olyan nap, ami napból áll, tehát egész napos képzés, és ugye a 104-ből levonjuk a 12-t, akkor marad 92, ha jól számolom, 92 olyan képzés van, ami este zajlik. Tök mindegy, hogy mi van a világban, tök mindegy, hogy mi volt a világban, mi akkor is csináltuk a képzéseket, mert interneten is megy. Oké? Én akkor is bejöttem ide, amikor Covid volt, akkor is megtartottam az előadást a családommal, amikor Covid volt, és ment interneten az élőadás. Jó? Karácsonykor lesz most egy átrakott időpont, mert nyilván, illetve kettő, mert pont beleesne ugye a 24. az, meg a, igen, tehát két, azt hiszem két olyan nap van, vagy egy olyan nap van, nem is tudom. Egyet mondtam? Igen, akkor csak egyet, nem kettőt rakunk át, hanem. Igen. Tehát egy el van most csúsztatva, azért, mert hogy azért karácsonykor és szilveszterkor nem tartunk. Jó? Tehát akkor nem, de már például elsején, ha elsejére jön ki mondjuk egy szerda vagy a vasárnap, azt megtartjuk. Most pont úgy lesz egyébként. Jó, tehát milyen képzéseket tartunk? Tehát itt van 10 terület, amiről az imént beszéltem. Ugye ez a 10 terület, és ezt 25 témára bontottam. Tehát 25 nagy témára. Jó? Ami azt jelenti, hogy a leghosszabb téma, vajon melyik lehet? Nem. Melyik téma lehet a leghosszabb? Az önmagaddal való bánásmód. De az egészség is az önmagaddal való bánásmód. Tehát a leghosszabb téma az, hogy önmagaddal hogyan bánjál. Ugye a másik, hogy másokkal, amiben beletartozik a párod, beletartozik a szüleid, a gyereked, és más emberek. Jó? A másik nagy téma, ugye, az a másokkal való bánásmód. Jó? És akármilyen hihetetlen, ezt a két témát, hogy jól tudjál bánni magaddal és más emberekkel, ezt nem lehet megtanulni hamar. Oké? Mert ahhoz, hogy te jól bánj magaddal meg másokkal, változni kell. Érted? Változni kell. Na, és ezért nehéz. Mert az embereknek változni kell. És van, aki gyorsabban képes változni, mert rugalmasabb. Van, aki lassabban változik, mert kevésbé rugalmas. Oké? És van, aki meg nagyon nehezen változik,
Mert nem rugalmas. Oké? És ettől függetlenül, hogy ki milyen rugalmas, itt vannak a témák. Jó? Szakmát is adunk a témákhoz. Tényleg a coach az egy szakma, nem hiszed, nézz utána. Mi tanítjuk a legtöbb coachot, mi adjuk a világnak a legtöbb coachot, de tényleg. Nem Magyarországnak, a világnak. A legtöbb coachot mi adjuk. És mi tanítjuk legszélesebb tartományban a coach szakmát. Tehát máshol töredékét nem tanítják a coach szakterületnek, mint amit nálunk. Jó? És annak nem véletlenül az első és legfontosabb képzése az etika, coach képzés. Jó? Tehát láthatod, hogy becsület, tisztesség, erkölcs ott van benne. És ugye úgy vannak fölépítve, hogy van 6 nagyon fontos téma, azok egymás után vannak. Ezek alaptémák, és az alapok alapja pedig az etika. Jó, a következő például az, hogy az ember tudjon egyáltalán tanulni. Jó? Mert ha az ember nem tud tanulni, akkor hogyan akar tudást szerezni? Utána van az önismeret, utána a vérmérséklet, utána a hangulat, jó? És utána a személyiségfejlesztés. Személyiségfejlesztő. Jó, és van 25 további, nem tovább, hanem összesen 25 téma. Egy téma, az több hónap. Jó? Tehát a legrövidebb képzésünk most 2 hónap, egy hónap az 30 óra. Átlagosan. Jó, van, hogy egy kicsit kevesebb, van, hogy egy kicsit több. És a mostani egészségteremtő coachképzés, az 9. hónapba fordulunk ma. És szeretném mondani, hogy még a hátralévő témák baromi jók. Jó? Tehát nagyon hasznosak. Mondhatjuk azt, hogy még a leghasznosabb témák most lesznek. Jó, tehát nézzük tovább. Ugye szemeszterekre van bontva a coachképzés. Egy szemeszter az egy év. Jó? Van az elnyomás feloldó coachképzés, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, és happinessen belül van a gyereknevelés, párkapcsolat, egészségteremtő, boldogság. A business coach szemeszteren belül van a célmegvalósító, a kommunikációs, az emberi bánásmód, a hatékonyság, a növekedés, a leszoktató, a pénzteremtő. Jó, azért láttok itt egyre több coachképzést egy szemeszteren belül, mert a szemeszterek bontódnak. Tehát ami azt jelenti, hogy régebben nem tudtam végigcsinálni a képzéseket. Mert meghatároztam, hogy az ennyi időtartamú lesz, és utána a következő részt már nem adtam le. Például az egészségteremtőnek ez a része, ami már hónapok óta megy, ez nem volt tanítva régen. Mert az egészségteremtő az volt először egy hónapos, majd 2 hónapos. Ennyi. És közben gondoljátok végig, ebben ennyi tudás van. És akkor még nem is tudjuk végigvenni az összes betegséget, mert az akkor arra rámenne a 9 év. Valószínűleg. Jó? Nem 9 hónap. Akkor nézzük tovább. Szervezetvezető coach, probléma megoldó coach, sikerteremtő coach,
szervező coach, marketing coach, konfliktus feloldó coach. Jó? Sehol nincs ennyi képzés, mint nálunk. Sehol. A bolygón sehol. Jó? Tehát a coach azt jelenti, hogy edző. Egy angol szó, jó, és azt jelenti, hogy edző. Egyébként a magyarból származó szó. Mert a coach azt jelenteni, hogy kocsi. És ugye a coach községből, az a Dunántúlon van egy coach község, ott találták fel a kocsit. Jó? Nem az autót, a kocsit. Tehát egy kádár csinálta a világon először, egy szekérből csinált egy kocsit. Tudod, mi a kocsi? Az a zárt. Nem, a zárt. Zárt, ajtóval, stb. Na, ezt egy magyar csinálta, egy magyar kádármester. És onnan terjedt el a kocsi kifejezés. És a kocsi szóból lett az angolba a coach kifejezés. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. És azt jelenti, hogy edző. Ez olyan, mint a személyi edző, csak abban a különbséggel, hogy egy coach képes kihozni az ügyfeléből a legjobbat és a legtöbbet. Jó? Na most, ha egy ember képes kihozni a legjobbat vagy a legtöbbet valakiből, nyilván egy személyi edző a sportban hozza ki ezt, abból az illetőből. És a sport területén hozza ki. Tehát amit edz. Jó? A coach az arra képes, hogy valakinek van valamilyen problémája, és meg tudja vele oldatni a problémáját. Jó? Tehát nem a coach oldja meg a problémáját, csak képes arra, hogy megoldassa valakivel a saját problémáját. Jó? Szóval, akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képessé válnak megoldani az életüket, és eljutni a szeretet korszakba, az aranykorba. Tehát egy ember, aki képes másokból kihozni a legtöbbet és a legjobbat, illetve a legjobbat és a legtöbbet, hát az tud törekedni arra, hogy magából is képes legyen. Világos ez? Tehát ez egy csodálatos szakterület. Azért csodálatos, mert jobbá tudjuk tenni az emberek életét. Most gondold végig, ezen a bolygón mindenki egyszer majd meg fog halni. És mit fognak ráírni a fejfádra? Élt ennyit meg. Élt ennyit meg ennyit, és mit tudom én, emléket szívünkben örökké él. Érted? Vagy valami hasonló. Nem jobb lenne az, hogy sok ember életét tette jobbá? Ez egy kicsit más, nem? Vagy nagyon sok ember életét tette jobbá? Oké? Tehát az, hogy amiben most vagyunk, hogy egy korszakot hozzunk létre. Melyik rokonot csinálta ezt meg a múltban? Szülő? Nagyszülő? Dédszülő? Melyik hozott létre egy új korszakot? Korszakalkotók vagyunk, gondold végig. Egy korszakalkotásba veszel részt. Ez egy különleges dolog. Ez egy teljesen egyedülálló, ami még nem volt. És gondold végig, 6 milliárd 400 millió embert kellene tanítani a jobb életre. Miért csak annyit? Nem annyian vagyunk, 8 milliárdan. Hát mert a elnyomókat nem lehet. Tehát akik elnyomók, azokat nem lehet tanítani. És minden ötödik ember a bolygón súlyosan elnyomó. Mindenki szokott elnyomoskodni, csak nem mindegy, hogy mennyi a szociális viselkedésre utaló jel, és mennyi az elnyomás. És ennek a kettőnek az aránya milyen. Oké? És ugye mi azt is tanuljuk ott az elnyomás feloldó kócsban, hogy hogyan ismerjük fel az elnyomóinkat a saját környezetünkben. Oké? És azt is, hogy nem csak felismerjük, hanem hogyan kezeljük az elnyomóinkat. Jó? Hogy az ne tudjon téged elnyomni.
Érted? Tehát egy jó világot akarunk létrehozni. Hát gondold végig, egy szeretett korszakban az emberek békében, szeretetben élnek. Most ezt látod? Hát ez a jó, ami most van, tudjuk, hogy nem, mert azt mondtátok, hogy nem jó. Érted? De ha nem teszünk semmit, akkor hogy lesz jobb? Megyünk a levesbe. Érted? Tehát azt fogod tapasztalni a jövőben, már tapasztalod, a Covid-tól elkezdted tapasztalni, hogy sokkal többen halnak meg, mint előtte. És sokkal több például a váratlan halálozás. Az ilyen viszonylag gyorsan lefolyó halálozás. Mert kivonják őket az élők sorából. Ahogy a teremtője rendelkezett arról, hogy leszülessen az illető, ugyanúgy rendelkeznek arra, hogy befejezzék az életüket. Ha csak nem valaki önpusztító életet módna, annak nem kell segíteni, hogy hamar meghaljon. Érted? Na, az intézkedik arról saját magánál, hogy hamar földobja a talpát. Ja? Hamar hűvösre tegye magát. Ugye a föld alá. Szóval a lényeg az, bár nem annyira hűvös, ha valaki elégeti magát, nem tudod? Mikor mondjuk hamvasztják, az kicsit meleg. Na nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez van, és ezt meg fogod tapasztalni. És tudod, az a helyzet, hogy amit a jövővel mondta, egészen a század elejétől, sőt, a múlt század végétől, a 90-es évektől, az úgy lett. És azok tudják, akik itt vannak, például a múlt század óta, itt tanulnak nálam. Tudják, hogy amit én mondtam, hogy úgy lesz, az úgy lett. Érted? És az a baj, hogy egy baj van ezzel kapcsolatban, hogy általában hamarabb jött létre, mint ahogy az időt mondtam, hogy mikorra fog létrejönni. Mint a Covid-nál is. Így van, két héttel előbb jött, mint ahogy megjósoltam. Jó? De jött, így van. Szóval ez van. Jó, és ugye mondtam már előző előadásunkban, hogy nehéz évek jönnek. Főleg ugye a jövő év, meg a következő év lesz. Nagyon nehéz. Jó? De még a, azt mondja, mi a következő? Ugye a 25, 26 nehéz lesz, de még a 27 is nehéz lesz. Jó? Nekünk nem lesz nehéz, akik PPH-sok vagyunk, azoknak lesz nehéz, akik nem azok. Jó? Tehát a világ nagy részének lesz nehéz. De tényleg. Hát mi a Covid alatt annyit nőttünk, mint előtte 9 éven keresztül. Oké? Nekünk a Covid jól jött. Nem vicc. Szó szerint. Szó szerint. Jó? Miért? Mert van egy olyan lehetőségünk, én kezdetektől élek ilyen lehetőséggel, hogy ami nekem tetszik, azt másoknak is mondom. Jó? Írásban is, szóban is. Ennyi. És ez azt jelenti, hogy van egy olyan rendszer kidolgozva, mert Krisztus koporsóját sem ingyen őrizték, hogy ha valaki itt tanul, akkor annak a tandíjnak a 70, jelenleg 76%-a az kifizetésre kerül azok között, akik közvetlenül vagy közvetve hozzájárultak annak a tanulónak a tanulóvá válásához. Jó? Tehát közvetlenül vagy közvetve. Ez azt jelenti, hogy minimum 32% van kifizetve, maximum 76%. Jó? És ugye az ember, mint az imént említettem, nem csak a saját teljesítményéből tud részesedni, hanem mások teljesítményeiből is. Tehát tud részesedni az ember, mint az imént említettem, közvetlenül vagy közvetlen formában a tanulók tandíjából. Márpedig a tanulók tandíja az nem egy szerítétel. Mert vannak olyanok, akik évek,
évtizedek óta itt tanulnak. Érted? Tehát a legrégebben itt tanuló 95-ös. 95-ben kezdett el itt tanulni. A legrégebbi itt tanuló. Jó? 95-ben. Úgyhogy nem egy-két ember van, aki több mint 10 éve itt tanul. Jó? Több mint 10 éve. És ha valaki, gondold végig, azért valaki itt tanul sok éve, akkor nem véletlenül tanul itt. Nem azért tanul itt, mert hülyeségeket hall. Világos ez? Ha hülyeségeket hallana, akkor nem tanulnának itt. Jó? Ezáltal létrejött egy közösség, egy olyan közösség, ahol viszonylag sok dologban azonos az embereknek a gondolkodásuk. Érted? És ezáltal hát jól érzik együtt egymással magukat. Jó? Mert tudnak egymással viszonylag könnyen kommunikálni az emberek. Ráadásul ugye a jövedelem része még azt is lehetőséget biztosít, hogy valaki ebből éljen, és azt élje meg, amit az imént említettem. Hogy legyen elég pénze. Tehát amit meg szeretne venni az életében, azt nyugodtan megvehesse hitel nélkül. Jó? Tehát ne kelljen hozzá hitelt fölvenni, vagy kölcsön kérni valahonnan. Jó? Nem szeretnél olyan életet élni, ahol, az életed minden területén jól érezd magad a bőrödben? Hm? Tehát önmagaddal kapcsolatban is, pároddal kapcsolatban is, szüleiddel, gyerekeddel kapcsolatban is, másokkal kapcsolatban is. Nem szeretnél? Stb. Stb. Tehát 10 életterületről beszélek. Nem szeretnél? Hát miért vagy itt? Hogy azért, hogy szenvedj. Hát az szenved, aki nem tudja, hogy mit kell cselekedni. Ilyen egyszerű. Oké? Az ember tudja, mit kell tenni, akkor nem szenved. Akkor az a probléma nem probléma, hanem egy egyszerű feladat. Érted? És a feladat azért van, hogy az ember megoldja, elérje, hogy az be legyen fejezve az a feladat. Jó, úgyhogy mennyibe kerülnek a képzések? Hát ha ilyen jellegű képzést akarsz kapni a világban, akár Magyarországon, induljunk ki Magyarországból, akkor azt látod, hogy nem találsz még egy olyan szervezetet, ahol az összes 10 életterületet tanítják. Nincs ilyen. Kereshetsz nyugodtan, de nem fogsz találni. Egy, kettő. Tehát fogsz találni olyan területeket, hogy ezt vagy azt vagy amazt tanítják. Tehát sok helyre kell menni. És mennyiért tanítják a használható tudást? Tehát amit használhatsz. Mert ugye az a lényeg, hogy olyan tudást kapjál, amit használsz. Ha használható tudást akarsz óránként, akkor azt nem fogod megúszni 7000 forint alatt. Oké? Okay? Óránként. Óránként. Nem hiszed? Nézz utána. Jó? Én ismerek olyan használható tudást is, ahol mondjuk a 30 óra az 1,5 millió forint. Jó, és akkor hozd vissza, jó? És hozd vissza. Tehát ami azt jelenti, hogy óránként 50 000 forint. Oké? Ezért ugye nálunk ez úgy van kalkulálva, hogy a 30 óra képzés az 200 000 forintos érték. Jó? Van egy óriási különbség más szervezethez képest, hogy mi gyakorlatot is adunk. Mert mindenki létrehozhat csapatot, tanulói csapatot,
és a tanulóknak is lehetnek tanulói. Tehát mindenki, aki itt tanul, az az én csapatomba tartozik. És én ugyanúgy szervezek tanulókat, mint bárki más, aki szervez. És nem csak én, hanem a feleségem is. Szóval, és lényeg az, hogy létrehoz az ember egy tanulói csapatot, és gyakorolhat a tanulói csapaton. Érted? És ez más nem ad ilyen lehetőséget. Senki a bolygón. Érted? Hogy valaki a saját csapatán gyakorolhat. Érted? Más elmegy egy képzésről, és hol fog gyakorolni? Megpróbálja a családján? A családja kiröhögi. Miért? Mert senki nem lehet proféta a saját hazájában. Azért. Ez van. Tehát ahhoz idegen emberekre van szükség, hogy az ember tudjon gyakorolni. Érted? Mert az idegennél nem vagy beskatujázva. A családnál, rokonoknál, barátoknál úgy be vagy skatujázva, mint a húzat. Oké? Tehát itt neked lehet egy idegen csapatod, bármekkora, érted? 6,4 milliárdba bármekkora belefér. Jó? Bármekkora csapatod, és gyakorolhatsz rajtuk. És ezért tudsz jobbá válni, mert van hol gyakorolni, és ezért tudsz folyamatosan fejlődni, mert van kin gyakorolni. Érted? És ezt más nem tudják megcsinálni. Ezért van az, hogy járnak ide-oda az emberek tanulni, de igazából lényegesen nem változik az életük. Miért? Mert ahhoz, hogy változzon valakinek az élete, ha nagy változáson menjen át az élete, neki nagy változásokat kell létrehozni magában. Világos ez? És ezt az emberek nem fogják megcsinálni, mert nincs semmi olyan lehetőségük, ahol arra rákényszerítik magukat, hogy változzanak. Mert miért kényszeríti az ember rá magát a változásra? Mert van egy csapata, és a csapata élenjárója akar lenni. És ahhoz, hogy az ember vezesse a saját önkéntes emberekből álló csapatát, ahhoz nem állhat meg a fejlődésben. Érted? És sehol máshol nincs ilyen kényszerítő, belső kényszerítő erő. Tehát nem kényszeríti az embert kívülről senki, hogy fejlődjön. Az ember kényszeríti magát a fejlődésre azzal, hogy mások ott fejlődnek a csoportba. Érted? És természetes dolog, hogy az ember azt mondja, hogyha mások is fejlődnek, akkor nekem, saját magamnak, mint a csoport vezetőinek is fejlődnöm kell. És nem tehetem meg, hogy nem fejlődök. Értitek? És ez sehol máshol. Tehát egy csomó múltkor összeszedtem, fönn van az oldalon, nézzétek meg, hogy hány dologban vagyunk egyedülállóak világviszonylatban. Nem tudsz még egy olyan szervezetet mondani a bolygón, ami annyi dologban egyedülálló, mint mi. Oké? Jó? És ez nem nagy szavak, hanem ezek tények. Jó? Ezek be vannak bizonyítva a múltra vonatkozóan, meg a jelenre is. Jó? Tehát mennyi a képzés a 200 ezer forinthoz képest? Van akció, azért, hogy bárki számára elérhető legyen a tandíj. Az első hónap, a 30 óra, az 19.700 forint. Mit kapsz 660 forintért? Milyen képzést óránként? A gyerekedet nem képzik annyiért. Egy korepetitor, jó? Aki korepetálja a gyerekedet. A második hónaptól még kedvezőbb a tandíj, ott már csak 12.500 forint. Jó? Ezt szoktuk javasolni, hogy próbáld ki három hónapra. Jó, az három hónap 44.000, mennyi? 700 forint.
Valahogy így. Próbáld ki. Jó? Lehet a képzéseket élőben igénybe venni, személyesen, a helyszínen? Lehet igénybe venni. Interneten keresztül, élőben, videóformában, hangformában, tehát videó, az tévé, rádió formában. Lehet felvételről igénybe venni, szintén videó vagy hangformában, ugye a hangforma az MP3. Jó? A hangformát akár le is töltheted, menet közben is hallgathatod. Nyilván az a jó, hogyha változtatni akarsz az életeden, akkor ott kezdődik a változtatás, hogy úgy alakítod az életed, hogy élőben nézhessd az előadást, vagy hallgathast az előadást. Jó? Élőben. Mert akkor kezd személyessé válni a dolog, akkor kezd szokássá válni a dolog, hogyha ezt a szerdát és vasárnapot élőben veszed igénybe. Ha nem tudod videón, akkor hanganyagban. Jó? És nem felvételről. A felvétel azért van, hogy visszatult nézni vagy hallgatni. Érted? Vissza, amit már azt jelenti, hogy nézted élőben, és utána vissza tud nézni, vagy vissza tud hallgatni. De sajnos nem mindenki így gondolja, van, aki mindig felvételről nézik, és az a baj, hogy az össze-vissza nézik, és nem válik ezáltal szokássá az, hogy szerdán este, meg vasárnap este ugye nézem az előadást, vagy hallgatom az előadást, nem válik szokássá, és lemarad az anyagokban. Lemarad. Jó? És ha valaki lemarad, hogy pótolja be magát? És akkor azt mondod, hogy itt vannak a témák, körforgásos alapon működnek, mikor jut mondjuk az etikára sor? Vedd meg, meg lehet venni a havi tandíjért egy hónap képzést, meg lehet venni visszamenőlegesen. Amely képzésre szükséged van, meg tudod venni. Jön valaki egy problémával, nincs olyan képzésünk, ami, tehát nem, nincs olyan probléma, hogy valamilyen képzésünk ne adná rá megoldást. Tehát nincs olyan probléma, amire valamilyen képzésünk már ne adna problémát. És az azt jelenti, hogy valakinek van egy problémája, vegye meg arra vonatkozó tanítást. Oké? Jó? Bár ugye van egy vezetője, akihez fordulhat, csak a vezetőknek az idejük az azért nem korlátlan, jó? Hát most gondoljátok végig, én hol tudnék több ezer emberrel beszélni? És mindenkinek a saját problémáját megoldogatni, illetve segíteni abban, hogy meg tudja oldani. Hogy? Jó? Szóval, itt van egy lehetőség, de ugye mivel szabad akarat van, a döntés a tied, te dönthetsz úgy is, hogy jössz tanulni közénk ebbe a közösségbe, amit úgy hívunk, hogy PPH, és dönthetsz úgy is, hogy nem jössz. Jó? Azt tudjuk, hogy mindenkinek, akik itt tanulnak, hosszabb ideig természetesen, jobbá vált az életük. Mindenkinek. Kivétel nélkül. Érted? Nyilván, ha valaki itt tanul egy hónapig, az még közel nem biztos, hogy jobbá válik az élete. Tehát az, hogy te mit akarsz a jövőddel, hidd el, a teremtőd jobban tudja, mint te. Bizonyám. Tehát bejön egy tanuló, és mondjuk abba hagyja egy hónap múlva, ez a ritka egyébként, az a ritka az azt jelenti, hogy a fluktuációnk mindössze 5%. Jó? Ennyi a fluktuáció. És bejön egy tanuló, jobban tudják, hogy mikor fogja abba hagyni, mint ő saját maga. Tehát egyszerűen tudják a gondolkodásmódból a teremtője,
a lelkén keresztül természetesen, hogy ő most komolyan gondolja ezt. Hát vagy csak azt gondolja, hogy bejövök és akkor jobbá válik az életem, még annak ellenére is, hogy nem hallgatom, nem nézem a képzéseket. Érted? Tehát az, hogy te mit gondolsz, mindenről tud a lelked, és ezáltal mindenről tud a teremtőd. Oké? Minden gondolatod kontroll alatt van. Nem a hatalom által, hála Istennek. Ja? Bár ők akar, a szeretnék, hogy az emberek gondolatát már kontrollálják, de a teremtőd az tud róla. Tehát mindenkinek van saját teremtője, ami nem tartózkodik itt a bolygón, nem kell, hogy itt tartózkodjon. Oké? Bőven elég, hogy van egy lelked, és a lelked küldi az információt, mert telepatikus kapcsolatban van a teremtőddel. És a teremtőd minden gondolatodról értesül. Oké? Hogy tud egy ilyet megcsinálni egy fenti lény? Te is megtudtál, mikor fenti lény voltál. Mert a léleknek a tudása korlátlan. Gondold végig, korlátlan. Tehát korlátlan tudást tud magába fogadni a lélek. Hát gondold végig, lélekként te valószínűleg több mint 1 milliárd éves lélek vagy. Mennyi tudásod van az alatt? És hol van? Nem a fejedben van. El van mentve, ott van, hogy elme. El van mentve. Érted? És mikor visszatérsz a fenti létformába, majd visszakapsz minden tudást. Mert ha az agyad kapná vissza ezt a tudást, simán belehalná. Beleőrülnél és belehalnál. De a léleknek korlátlan mennyiségű tudása van. Például azt is lehet tanulni, ez is egy képesség, ez megvan nekem, hogy ne az agyaddal tanulj, hanem a lelkeddel. Oké? Nem volt meg, meg lett, megkaptam. Tehát több képességet kaptam, és most kettőt elmondtam. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk benneteket szeretettel, keress egy olyan PPH-st, akihez szívesen csatlakozná. Szeretlek benneteket, fél óra szünet, sziasztok!